abból az apropóból indult, hogy a gyerekeknek egy kis nyári elfoglaltság legyen, ne csak otthon legyenek, hanem kicsit így egymással is kicsit összebarátkoznak jobban, hiába, hogy egy faluba vagyunk, de mivel nincsen iskola, így vannak a gyerekek több iskolába járnak, és akkor így talán egy kicsit jobban fognak kötődni egymáshoz is. Csak délután, mivel ebédre nincs lehetőség, és én úgy gondoltam, hogy ha már délbe hazamennek, akkor már vagy az, hogy nem jönnek vissza, vagy pedig tehát, hogy hol így jönnek, hol úgy, és akkor nehezebb szervezni a programot, és ebből kifolyólag csak délután van inkább program, meg azért is, mert egyedül vagyok. Vannak úgymond ilyen kötelező programok, tehát akár könyvtármozi, vagy valami ilyesmit, és akkor azokhoz mindig van valami feladat, és akkor utána kézműveskedünk egy kicsit, meg ilyesmiket csinálunk, és tavaly az volt, hogy egy napot mindig külső helyszínen töltöttünk, voltunk Bonyhádon a múzeumban, idén is voltunk a múzeumban, mert múlt héten is volt egy tábor, és tavaly még legózni voltunk a gyerekekkel, illetve Závodon voltunk a másik településen, ahol ugyanúgy ilyen könyvtár, vagy hát ilyen programon vettünk részt, ilyen táborba, és az idén, tehát tegnap, vagy múlt héten a múzeumban voltunk, most kézműveskedni szerettünk volna, tehát fazekashoz mentünk volna, de sajnos nem jött össze, úgyhogy most igazából itt leszünk egész héten délután, és holnap mézeskalácsot fogunk sütni, igaz, hogy meleg van, de és holnap után pedig díszítjük a mézeskalácsokat. Pólót készíthetnek, illetve táskát rajzolnak, színeznek, akkor mandalát készíthetnek, illetve karkötőt, és ilyen kis levendulás zsákot lehet csinálni. Mivel egyedül vagyok, ezért úgy kicsit be van határolva a korhatár, tehát ilyen 8-9 éves kortól 12-13 éves korig jönnek a gyerekek, vagy jöhetnek a gyerekek, és általában ilyen 7-8-10 végül is igazából változó, hogy attól függ, hogy ki mikor megy nyaralni, és akkor úgy jönnek a gyerekek. Most ez már az utolsó, múlt héten volt a második, az első táborban nagyon kevesen voltunk, de azért kis játékkal azért elütöttük az időt, és most ez az utolsó, mert utána más programok vannak nekem, tehát önkormányzati feladatok vannak, amiket el kell látni. Úgy veszem észre, hogy azért még ez ilyen szokás, tehát betanuló időszakban van, vagy nem tudom, és hogy talán ennek lesz folytatása, vagy én szeretném. Tavaly is volt, és tehát azért az idén is ezt sikerült összehozni. Szeretném jövőre is, és szeretném, ha ez azért úgy bekerülne a köztudatba. Tehát azért ez nem megy egyik évről sem a másikra, azért ez több év, amíg ezt megszokják a szülők is, a gyerekek is, hogy ez egy lehetőség, és jöhetnek igazából bármikor egyébként is jöhetnek. Most, hogy volt a múltkor, hogy két kislány rám telefonált, hogy jönnének, mondtam, hogy nyugodtan, és még hoztak két kis barátnőt, vagy felhívtunk még kettőt, és akkor kicsit makraméztunk, beszélgettek, úgyhogy igazából most ez nem csak arról szól, hogy én szervezem, nekem igazából az lenne a vágyam, hogy a nagyobb gyerekek ehhez hozzászoknak, hogy jöhetnek ide, és idővel, tehát hogy bejön, leül, beszélgetnek egymással, nekem nem kell programot szervezni nekik, mert tehát a nagyobbaknak már nehéz is. A kicsik még így elkézműveskednek, de a nagyok már vágynak arra inkább, hogy legyen egy kis hely, ahol le tudnak ülni, és egymással tudnak beszélgetni. És ehhez nem kell senkihez sem menni, hanem itt is meg lehet ezt oldani. Rajzolok a pólóra, meg színezek. És mit rajzolsz a pólóra? Szívecskét, meg citromot, meg pöttyöket. Ez egy lehetőség volt,
Én már gondoltam, mert sok barátnőm is jött, és így gondoltam, hogy én is jövök, és nem bántam meg. Rajzolok a pólóra. És te mi rajzolni? Ugyanazt, mint a hangja. Most ugye bökrit festek, de utána szerintem majd kipróbálom a többi lehetőséget is. Például karkötőt, fonok, meg ilyeneket.